Júniusban Bakuban debütál a vadonatúj kontinens olimpia, azaz az Európa játékok, amelynek műsorán 20 sportág szerepel majd. Van, aki számára fontos kvalifikációs verseny is lesz Rio szempontjából. Ott lesz például a magyar strandfoci válogatott is, Fábián László Mó sportigazgató és Vejsz Tamás szövetségkapitány. A játékok fontosságáról jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Laci, összegészében ugye egy olyan 200 fős magyar kontinges lenne a cél felé tendálunk annyian menne, mennének magyarok, szóval mennyire fontos az Európa játékok a magyar sport számára? Valóban 200 versenyződre számítunk igen, hogy kint igen. lesz Bakuban, és mint említetted, több sportágban is riói kvalifikációt jelenthet ez az esemény. Vagy közvetlenül kint Bakuban ki lehet harcolni a riói indulást, vagy pedig fontos pontokat lehet szerezni, vagy esetleg a kvalifikációs világbajnokságra lehet kijutni. Ez 12 sportág, amiből Magyarország 9 sportágban vesz részt, és hát mindenek előtt az olimpiai szereplés, ezért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ennek a kilenc sportágnak, de ne feledkezzünk el természetesen azokról a sportágról sem, amelyik esetleg nem riói kvalifikáció, vagy esetleg éppen nem olimpiai sportágak. Én úgy gondolom, hogy egy magyar csapat mindig úgy utazzon ki, hogy a lehető legjobbat, legszebbet éri el kint ezeken az eseményeken. Hát ilyen szempontból, Tamás, nektek ez lesz most jelen pillanatban a sportág szempontjából maga az olimpia, nem? Igen, számunkra <kül> ez jelenti most a legnivósabb tornát, amint valaha részt vettünk, erre tudtuk kvalifikálni magunkat tavaly évben, úgyhogy ezért úgy is készülünk fel, hogy hogy egy szép eredményt tudjunk elérni. Tehát, hogy ez nektek egy ilyen, hát nem is mini olimpia lesz, hiszen ott lesz a sportág elitje, és oda tudott odaérni a, a magyar válogatott is. Így van, konkrétan csak pont a, a, pont a top 8, igen, a világbajnokok, ott lesznek Európa-bajnokok, ott lesznek, úgyhogy mindenki ott lesz Azerbajdzsánon együtt, a legjobb nyolc, pont ezért előtte még részt fogunk venni egy ugyanilyen egy Európa-kupán, ahol pont ugyanezek a csapatok fognak részt venni, az lesz nekünk a fő próba. Te már ismered jól a Kaspi-tengeri fővenyeket? Tehát azokat a strandokat, illetve azokat a pályákat és azt a közeget, ahol játszani fogtok? Ja, hát <kül> konkrétan az olimpiai falúban nem voltunk benne, mm -hmm. tavaly voltunk előtte egy ilyen, egy ilyen ö, ö, rendezvényen, egy ilyen tornán, ahol ahol kint a tengerparton egy kicsit másféle homok volt, kicsit keményebb, de már ismerjük igen ezt a, ezt a részt is, úgyhogy így készülünk fel. Laci, te jól ismered, hogy te leszel a magyar küldöttség vezetője is. Nagyon komoly beruházások történtek az elmúlt években. Ez volumenéve olyan fél olimpia lesz? Hát gyakorlatilag majd, hogy nem azt kell mondjuk, hogy egy olimpiai színvonalú eseményt rendez az Erbájzsán, és ami a nagy dolog ebben, hogy két és fél év alatt kellett eljussanak ide, hogy akár a sportolói falu, akár a versenyhelyszínek elkészüljenek, és hát beleadnak apait anyai, tehát látszik, hogy ez egy komoly kirakat esemény, lesz Bakuban, gondolom az ország bizonyítani akarja, hogy nagyobb sportesemények szervezésére is alkalmas, és minden erre mutat, hogy valóban a legjobbat a legtöbbet akarják kihozni. Az helyszínek valóban olimpiai helyszínek, talán annyi van más, hogy a létszámok, a nézőlétszámok esetleg kisebbek, mint egy olimpián. Mondjuk talán a strandfoci esetén 22500 helyet alakítanak ki, egyébként még egy olimpián akár 3-4 ezer ember is nézhet egy ilyen eseményt. Na most azért itt a versenyek erősségét, meg a résztvevők színvonát, illetően vegyes a kép. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ez, a, ez az új rendezvény, az európai játékok egy igazán nagy kereszt is Hát ugye, mint említettem, 2012. decemberében dölt el, hogy Bakú rendezi az első eseményt. A nagy sportágak, de azt, azt kell mondjam, az összes sportág jóval hosszabb időtávra tervezi a különböző világeseményeit. Jellemző mondom például az úszásban, nagyon büszkék vagyunk, hogy 2021-es világbajnokságot nyerte meg Budapest, ami ugye abban a pillanatban, hogy megnyertük több mint 7 évvel előzte meg a döntés. Tehát ilyen rövid távra nem tudnak a sportágak egy új vadonatúj esemény ilyen nagy volumenű eseményt tervezni is a versenynaptárukban, de én úgy gondolom, hogy a 2019-es vagy az utána következő Európa játékok már maximális színvonalon fog menni, bár most is, mint említettük, például a Sanoporvágásban a, a kvázi majdnem a világ legjobbjai vannak ott, a judóba Európa bajnokság szintű esemény. Hát, az, az Európa bajnokság elmarad, és ez lesz az Európa bajnokság. Így van. illetve a többi sporták meg minden olimpiai kvalifikáció. Jó. Ennek ellenére még azért egy kicsit vegyes a kép, tehát várjuk valóban, hogy milyen mezőnyök lesznek, de a legerősebb magyar csapat lesz kint, ami, ami szintén egy biztosíték arra, hogy jó verseny lesz, jó eredmények. Ugyanaz úszásban, illetve a vízesportákban az utánpótlás az U17 bestélyez, de én úgy gondolom, hogy ott is komoly eredményekre számíthatunk. Na jó, tehát ha te azt mondod, hogy itt a második vagy harmadik európai játékokon már ezek ki fognak olyan értelemben egyenlítődni, akkor minden sportákban is nyilván a sportág száma is nőni fog, a legjobbak számára lesz ez ez fontos verseny. Hát meglátjuk, most meglátjuk, hogy milyen lesz az első. Egy, Tamás, igazából ti a felkészülésetekben egy, hogy mondjam, tehát olimpiai, olimpiához méltó vagy megfelelő támogatást kaptatok? Abszolút, és azért nagyon örülünk neki, ugyanígy ez is sikerült szerintem kalfikálni magunkat tavaly is, mert a Magyar Labdarúgó Szövetségtől olyan támogatást kapunk, és olyan, olyan edzőtáborúba részt venni, amit mivel sportás specifikus, ezért el kell utazni külföldre a tél az egy kiesik számunkra, de hál' Istennek van egy Árpáti nem messze, pár utcányra, van egy Sunrise Beach nevezetű hely, ami csak sportoknak, beach sportoknak van fenntartva, és itt tudunk készülni. Hát ez a bázisotok? Ez, ez, ez jelen pillanatban ez uh -huh. a bázisunk, igen, és innen megyünk mindig edzőtáborba, most is készülünk majd március 24-től 4-ig megyünk Franciaországba, egy tíznapos, ott lesz egy, egy nagyon kemény edzőtábor a srácoknak, amiben két felkészülési mérkőzés is szerepel a francia válogatott ellen. Ezt akarom még kérdezni, hogy a, a felkészülés során még a nyárig az ott résztvevő legjobb csapatok közül lesz-e olyan, amelyeket tudtok találkozni? Így van, jelen pillanatban még nem konkrétizálódott le, de, de Ukrajna és Azerbajdzsán is fog ide érkezni hozzánk, úgyhogy velük fogunk tölteni egy tíznapos edzőtábort közösen, előtte pedig, amit már mondtam az előbb is, hogy egy Európa kupán fogunk részt venni, amin a Európa legjobb nyolc csapatai szerepelnek, tehát igazából Azerbajdzsánon kívül mindenki. Tehát ott lesz minden, potes, ja, tehát, tehát bakubára... így már az, az összes ottani ellenféle fotó találkozó az, az összes Így van, úgyhogy az, az lesz a fő próba. Uh -huh. Laci, ha a vegyes kép miatt is neked, nektek kell-e számolgatni, mármint hogy érem elvárások, hogy ettől a küldöttségtől mi, mi jelentene sikert és kiktől vártok nagy eredményeket? Hát, mint említettem, a Magyar Olimpiai Bizottság számára elsődleges a riói csapat, a riói csapat összetétele, annak ereje, és minél több sportágban legyünk kint, csapatsportágokban is legyünk kint. Sajnos a most még nincs kint, de bízunk benne, hogy rövid időn belül olimpiai műsorra kerülhet. Ebből kifőleg én úgy gondolom, hogy abban lennénk a legelégedettebbek, hogyha a Rio szemszögből minél több jó eredmény születne. Tehát kvalifikációs, Illetve kvalifikációs pontok valóban. De természetesen én úgy gondolom, hogy egy magyar csapat egy egy ilyen sokrétű esemény nem egy ki, ahol több sport jelen van, akkor nyugodtan behetjük azt, hogy, hogy kvázi egy olimpiához hasonlíthatjuk, és ottani eredményeket is esetleg várhatjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a legjobb tízbe kerülnénk, akkor nagyon-nagyon boldogok lennénk, és minél több szép eredményen szeretnénk hazajönni, drukkolni természetesen folyamatosan kint is minden sportágnak. És minden ugyanúgy lesz forma, ruha, zászló, így van, felszerelés, közös egyforma felszerelés, együtt utazunk, egy csapat, egy csapatszállás, mint ahogy elhangzott ugye a sportolói faluban, igyekszünk arra, hogy mindenki számára olimpiai hangulatot teremtsünk, sokaknak ugye akár fiataloknak egy, előérzés elő, érzést lehet, illetve sokaknak meg az, hogy, 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 végre egy ilyen eseményen ott lehetnek velünk. Tamás, végül hadd kérdezzem meg, hogy részvételre készültek, vagy ennél jóval többre? Nem, nem részvételre. Mindig azt mondják, hogy a részvétel a fontos, nem. Én is és a, a csapatom is egy győztes típusú emberekből áll, úgyhogy minden mindig csak a legjobbakból gondolkozunk. Nem csak részt venni megyünk oda, hanem győzni. Győzni? Győzni. Há, így legyen, az merész tervek, meglátjuk, figyelni fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Köszönöm szépen is!